言われない。Super porti sotto. Pa poi sgoli. E io ti direi che era il posto di c'è. Oh. Che so, porti. Колбасер по пояс голый. Будь колбас, колбасик соло. Спонжбала мисс. Super bulis party étterem. Колбасик соло. Nem fogyasztják túl a fagylaltot, mert tudják, hogy hatalmas nagy buli, ha széjjel keresztel magad. És tényleg, hatalmas a buli. Parti nap lemente. Annyira gyors BPM-mel küldi, hogy már el is fogyott a nap. Parti, parti, parti. Le se szarod a diszkó nap lementé. Parti, parti, parti. Diszkó, diszkó. Próbáljuk megkeresni a legvadabb extázisos diszkót. Diszkó. Bejöttünk egy helyre és azonnal megkaptuk a GHB adagunkat. Itt fogunk meghalni. Nagyon édes. Ez megcsinálja a hangulatot. Ja vas pozdravljam, Gianni Marsan. Valaki nem volt a napja? Napravit sem volna, se bude u našoj. Parti van! 4 óra sétálás után, de megvan a parti. Akármennyire is fáradtak vagyunk, megcsináljuk a partit. Anyám! Tegnap sajnos nem is kellett megtalálnunk a partit, úgyhogy átjöttük a szomszédvárosba, hogy valami fesztivál hangulat lesz, azt mondják. Na jó, hát itt nem volt akkora nagy a buli. Próbáltuk elővenni a kis GBL cuccot, de nem nagyon értették a gyerekesek, és 45 ezer fok volt ott meg, igazából az eki már nem hat annyira. Úgyhogy nem adjuk fel, visszamegyünk Zadar Baláshoz, hát ha ott csak rosszul láttuk. Ez egy bulis hely. Ezt úgy mondták. Olvastuk. Itt nincsen lófasz se. Itt TripAdvisor egyszerűen átbaszott. Vagy csak az amerikai turistáknak parti az egész világ. Az mondjuk igaz, parti. Mindenki ott húgyozik, ahol akar. És ez mind tök nagy flash, de mi nem tudtuk. Mi már reggel benyomtuk az extázis tablettát, és azt hittük, hogy találunk itt valami igazi parti. És nem. Úgyhogy be kell jönni a 42 fokos vízbe, a 80 fokos Csernobili atomvillanás elől, és kihűteni az agyunkból ezt a szart. Húzhatunk fel az bajnak. Múlja, táncolja! Nyugodjál meg, nem látszódó. Ebben a bújja öreget szemben. Csináljuk el. Na ki a király? Mama говорила, колбасёры это сила. Vasárnap este van. És most nincsen sehol se parti. Itt valami van? Nem. Diszkó az nincs, de megjött a világ vége. Bazd meg, nem már! Akkor nyomkodom, amíg bírom ezt a szart. Nem jön értünk Uber, pedig az összes taxi Uber. Mindegyik visszadobja. Gondolom mindenki őket hívja. Látjátok, bazd meg, ezért nem kell beledobálni a kibaszott szívószálakat a vízbe. Insta story, hashtag világ vége. Menjünk át a hídon. Próbáljuk meg ezt az Ubert megint. Közelharc a taxikért, kiszállt a rendőrség, és úton az Uberünk. Nem, bazd meg, már megint keresi a kurva anyját. Leszopom magam. Sajnos le kellett mondani az utat, sajnos. Márjál, megint 3 perc távolság. Luca. Luca, je sais papa. Köszönöm, papa. Ha nem jössz, bazd meg,
De lehúgy azok a... Ja, de ha nem jössz, akkor nem tudok behúgyazni a kocsitba. Faszom, de lecsillagozva, akkor nullára. Good evening, Luca. Yeah. Is it happening often? This weather? I see this last time in for 2 years. Тегнуть пить мегулаг вот. У меня 13 плюшек, я тащусь от колотушек. Vágy proletáriai megérkeztek. Csávokám letolt minket az útról, hogy beállhasson a helyünkre. Amúgy Sandra kellett volna venni. Ott is ennyi a köcsög, de... legalább jó a zene. Zúzunk tovább Dubrovnikba. Egy szarabuli. Csak itt a köcsög. Csokit vegyé! Mindegy! Szar az élet. Ott a vastrón, vagy ott volt. De én szerintem számítógépes trükkfelvétel volt az a izé. Hogy itt ezt lerombolták. Nem úgy néz ki. Hát esküszöm. Ez nem tudunk sehol lenni. Fú, szar minden. Sehol nem szól diszkó. Reméltük, hogy a gyerekek énekelnek nekünk egy kis Tiestót, de nem, még az sem. Sehol egy semmi. Csak izé van mindenhol, bazd meg. Ott az... az se semmi. Én lemegyek a Gósduba. Hazamegyünk, bazd meg. Én lemegyek. Igen? Nincs semmi. Telefonban sincsen. Szobában hagytam a Boom Blastert. Ki kéne rakni és tiesztózni. Mi volt ez, Brick Beat? Próbálom feldobni a hangulatot, na hát nehogy már szígyék, hogy ez egy szar ország és nem szabad jönni. Nem olyan súlyos módon vizezik a piád. Csak a pozitív dolgokat szabad elhinni erről az egészről. Én iszom. Én csak tudok dolgokat és iszom. Lényeg, hogy a csávó érzi. Ja, hogy ez egy Insta-sztoriért született. Én csak bulizni akarok egy jót. Itt lesz a valami, érzem, hogy már jó napunk lesz. Elég sok hippi, meg hipster csávó van itt most errefele. Jó, azok mind húzik. Viszont van némi ember, mert valószínűleg fesztivál van, vagy valamit ingyen osztogatnak. Én ezt nem tudom. Fogadjunk, megfordult a fejetekben, hogy miért remeg ennyire a kép. Nos azért, mert az első dolgom az volt, hogy a GoPro 7-ből kikapcsoltam a stabilizátort. Nem stabilizátort, csak a buzik használnak. Gimbalt, meg aztán a... fú! Azoknak ott a pokol. Érdekes módon kábítószerárosokkal még nem találkoztunk itt. De addig lehet, hogy feldobná a hangulatot. De van télapó. Találtak a helyünk. Egy 5 percre várjuk, hogy letisztítsák az előttünk lévő rendelés maradékát.
nem nagy sikerrel. Too many is? Yeah, thank you. Kicsit túl vannak terhelve itt a balfaszoktól ezek a szerencsétlen pincérek, de egy 40 perc várakozás után jött ide a pincér, hogy bocs, totál elfelejtettem, hogy mit szerettetek volna kérni, úgyhogy most újra fölvenném a rendelést. Semmi baj, csak az úta már gyakorlatilag a gyomorsavam átmart a végbelemet is. Most felveszek egy ilyen pofavágós vágóképet, meg azt, hogy minősítetlenül szar volt a kiszolgálás, és a kaja. De... mindent értek. Szevasz, gangsterke, bazd meg! Már be is jössz magadtól? Megállapítottuk, hogy a magyarok sokkal korrektebbül bunkók, mint itt a helyiek. Nem néz a szemedbe, kerülj a tekinteted, felbassz, aztán úgy tesz, mint hogyha ott se lett volna. Nem nehéz így. Mindenki kurva csúnyán néz. Mi meg nem, pedig csak másfél órát vártunk erre a szarra. Mondták, hogy gyors étterem, hogyha nem lenne elég a felezett pizza, akkor azonnal tudnak hozni másikat. Bizony, elhittük. Horvátországban a legkirályabb étterem, a gyors étterem, a Tutubene. Fantasztikusan király a WC, kurva jó a kaja, hát jó, gyors étteremhez képest kurva jó a kaja, viszont kibaszott lassúak. Hova megy? Te is igen lassú vagy, baszod. Mintha Olaszországban lennénk. Csak ott legalább kedvesek, meg mosolygósak. Itt meg lassúak és tahók. De legalább olcsó. Egy picit. Nagyon-nagyon kurva lassan működik itt minden. Mennyire furák itt a népek, az jól bizonyítja, hogy nem vagyunk hajlandó bemenni a mellettünk lévő három ABC közül egyikbe sem, mert annyira furák a népek, annyira kinéznek minket, meg annyira csúnyán bámulnak, meg olyan sutyók, hogy kösz, de inkább nem, mert féltjük a vesénket. Ezért bejöttünk egy benzinkúthoz, és hát itt vásárolunk. Viszont kikerült minket egy Volvo, egy tök zsírúj V60-as Volvo. Van itt egy ilyen beton lófasság, ami itt terelné az utat. A csávú durván szétkúrta, de úgy, hogy látszik rajta, hogy kék lett, mert kék volt az autó. Lepattant róla. Kiszállt. Bement. Vett egy kólát, most visszaült és megy tovább. Hát én nem nézem meg az autómat, hogyha hallok valami kurva egy hangot, meg így meg is dobja a kocsi az orrát, hogy szóval, nem. Ott látszik az oldalán, hogy neki ment, az az ő színe. Bazd meg. Végre nem kell felfújnom a kúra matrocot. A kártyaterminálról kaptuk a számlát, viszont nem lehetett fizetni, csak cash-sel. Viszont kúra szép a víz. Jó. Felemelő a parti. Kúra jó, ez a napernyő lófasz se ér. Viszont 25 kuna egy napra, ami nem olyan sok. Hát hogyha így állsz mellette, akkor egyébként a funkcióját nagyjából betölti. Vegyetek mindig quechua napozósátrat. Kurva király. Csak két személyeset, hogy be is férjetek egyedül. Mert ugye a kínaiak gyártják, és a kínaiak picik. Illetve a horvát tengerpartra mindig vigyetek a hűtőtáskát, nagyot, jól behűtve, és vigyetek magatokkal mindig kaját és piát. Ugyanis az ilyen vendéglátóipari egységekben lófasz sincs, csak vérhas. Az meg bármennyibe kerül, nem jó. Balkánországban, főleg délen, hogyha van nyilvános WC, annak semmiképpen sem zárható az ajtaja. Valószínűleg a sok drogos miatt, vagy a túlpartizott arcok, vagy az eki, vagy tök mindegy, beeszik magukat, ott maradnak, meghalnak, senki nem akar onnan hullát kitakarítani nyilván. És a WC-fülkék sem zárható, így ajánlatos kézzel kitámasztani. Ha esetleg úri kedved úgy diktálja, hogy szarás közben lehajtott fejjel így a térdedre megpróbálsz pihenni, azt ne tedd, ugyanis az agresszív bunkója nem ismeri a kopogást, és nem képes az ajtót résnyire kinyitva
megkérdezni, hogy van ebben valaki, vagy esetleg lassan kinyitni, hogy esélyed legyen azt mondani, hogy sorry mate, it's occupied, vagy valami lófasz, vagy sorry, vagy kap be, vagy itt vagyok, vagy ne, vagy don't. Hanem úgy izomból, ahogy van, berúgja a parasztja az ajtót. Na most, hogyha lehajtod a fejed, tudd, hogy a kilincs pont fejmagasságban van. Ezért ajánlom a benzinkutakat és a gyors éttermeket. Ott általában több WC is van, zárható is, és feltételezik azt, hogy van benne valaki, illetve alul van egy ilyen kis rés, és hogyha kidugod a lábad, akkor látja a parasztja, hogy talán foglalt, kivéve ha gyerek, mert ha gyerek, akkor annyira sek hülye, hogy így is úgy is berúgja az ajtót. Megy a matek! Dubrovnik belvárosában megszállni kibaszottul drága, és egyébként tök felesleges, hiszen hogyha kocsival jöttök, akkor képtelenség parkolni, illetve óránként minimum 40 kúna, egy mély garázs, tehát fasság. Hogyha repülővel jöttök, az körülbelül, hát hogyha bénák vagytok, akkor lehet 80 ezer forint is, de mondjuk a LOT az 40 és 80 ezer forint között szállít ide utasokat, és nincs is olyan kurvára messze a repülőtér, tehát igazából egy taxiút belefér, hogyha a belvárosban szeretnétek mégis lakni, kurvára drágán. Ugyanakkor, hogyha kocsival jöttök, egy ilyen nagy fogyasztási autó, mint a miénk, 2000-es benzines automata, ez 11 literrel, körülbelül 3 tankolással, hogyha ekonomiban külditek, megúszható, ami azt jelenti, hogy körülbelül 60 ezer forint a helyi árak mellett. Egy ilyen lakás, mint amit mi kibéreltünk, ez éjszakánként 20 ezer forint, az előző, ahol voltunk, az aztán körülbelül az is 20 ezer forint. Nem, az 16 volt. Persze döntöttek úgy, hogy például lejöttek baráti társasággal sokan, mikrobusszal, és béreltek egy teljes villát a tengerparton saját beach-el, ami egy hétre, 10 főre 1 millió forint. Tehát Horvátország ketten kurva nagy szopás. Nagy társasággal baromira ki lehet ekonomizni, hiszen akkor társaságban vagytok, és akkor a saját kultúrátokat élvezitek. Hát az meg olyan kb. Mint Balaton. Gyerekként jó, talán. Gyerekként jó volt. De most a saját pénzemet kártyázom, így már így azért ez... Köszönöm. Tényleg inkább megyek Balatonról, ott jobbak a jobb. Az meg szétszűptak a szúnyogok, hihetetlen. Még egy pro tip, hogyha bármiféle szart összekajátok a tengerparton, vagy a belvárosban, mert azt hiszitek, hogy a seafood, az igazi seafood, akkor menjetek be a boltba és vegyetek egy ilyen Nescafé klasszikot, és főzzétek le helyi vízben. Gyakorlatilag ugyanolyan minőségben és állagban jön ki pár órával később, de csodálatosan átmossa az emésztőszerveteket, és így nem lehet semmi baj, tehát igazából foshattok rá, hogy mit esztek. Arra jöttünk rá, hogy Horvátország az első olyan ország, ahol örülünk annak, hogyha találkozunk magyarokkal. Sajnos a vaza is egy kalapszar itt, mert valahogy vagy a Google, vagy valami én, nem képet, na, tervezd újra! Bulizhattunk volna egy jót, hogy basznál meg. Hello Hungary! Júj, baby. Kemény vagy. Ne bruzizz! Amint mondtam, hogy kemény vagy.